Üdvözlöm a fonyódi lakosokat, köszöntöm a horgászokat, balatoni horgászokat és az ország más egyéb vizei horgászókat is. A kialakult helyzetre való tekintettel egy rövid kis ismertetőt tennék. A társaságunk Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT működésével kapcsolatosan, illetve a jelenlegi helyzettel kapcsolatos tudnivalókról. Ez a kis bejelentkezés elsősorban a jelenlegi helyzet kapcsán történik. Ugye most bent vagyunk éppen a koronavírus kellős közepén. Ettől függetlenül elmondhatjuk, hogy a társaságunk menetrend szerint működik, folynak a tógazdasági munkáink, túl vagyunk a ragadozó alak szaporítási szezonján, örömmel jelenthetem be, hogy kiválóan sikerült idén a süllőívás, azon is túl vagyunk már, nagyon szép fészkeket raktak be idén is a balatoni süllők, és hát hamarosan megkezdjük a csukai vadékoknak a szűrését tógazdaságainkban. Természetesen mi is azért könnyített menetrendben dolgozunk, tógazdaságokban is sokkal kevesebb létszáma próbáljuk megoldani azokat a feladatokat, amik ránk várnak. És ismerve ugye a kijárási korlátozás szabályait, illetve az ehhez kapcsolódó Magyarországos Horgászszövetség rendelkezését, nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy a horgászat nincs korlátozva a Balaton partján, sőt, én biztatok is arra mindenkit, hogy egyedül vagy éppen családtagjával látogassa is a Balaton, tartsák be a parton a lehetőleg a 1,5-2 méteres távolságot minimálisan, úgy, ahogy máshol is. Éppen ezért, hogy a zsúfoltságot elkerüljük, feloldottuk az áprilisi csónakos tilalmat, ebben az évben nincs a déli parton sem korlátozás, és ahogy tapasztaljuk, nagyon sokan ki is használják ezt, mert leginkább kint a nyílt vízen a csónakban van igazán egyedül a horgász. Sajnálatos az, hogy a jelenlegi helyzetben a Balaton parti strandok legnagyobb része nem használható, zárva van, tehát oda a horgászok sem mehetnek, és ez bizonyos további helyszűkét szül. Éppen ezért talán a nyílt vízre való kilátogatásnak a lehetősége, illetve a stégeknek az elfoglalása ezen enyhíthet valamit. Sajnos a rendezvények elmaradnak, mint minden egyéb a világon most, ugye nem jövünk össze, így a igazán nagy tavaszi rendezvényünk az IBCC is elmarad, és hát ebben az évben ez már nem is kerül megrendezésre. Kérdéses a további rendezvényeknek a sorsa, de ezt majd az idő fogja eldönteni. Akik most kilátogatnak ide a Balaton partra horgászni, azoknak mondhatnám azt, hogy jó fogást kívánok, de természetesen horgászberkekben ezt nem szokás, sőt, ezért gyerekkorunkban, ha ilyet szóltunk, az idősebb horgászok megkergettek bennünket, úgyhogy én teliszákot, görbülőbotot kívánok mindenkinek, és kívánom azt, hogy a lehetőségekhez képest mindenki a legmesszebb menőkig tartsa be azokat a rendszabályokat, amik a jelenlegi helyzetben előírtak.